80-800 év, miért pont 80? Nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy valami emlékezeteset szeretnénk alkotni, és akkor úgy gondoltuk, hogy nem kőbe véssük, hanem fát ültetünk, és akkor először született egy házfa, és akkor egyszer csak kipattant egy ötlet, hogy hát 800 év, akkor legyen 8 fa. És milyen csoda szám ez a 8 most ebből az esetben, mert pont 8 csapat volt. Tehát az egyesületek, az iskola, az óvoda és az önkormányzatok, így pont 8-an voltunk. És hogy jutott a választás a házfára? Hát a Jani bácsi először is a templom mögött volt egy házfa, 150-200 éves biztos, hogy volt, és valamilyen oknál fogva sajnos ki lett vágva. Sokan megkönnyezték, és amikor elkezdtünk gondolkodni, na, akkor ültessünk fát, akkor a Jani bácsi, ő ugye méhészkedik, és akkor mondta, hogy hát akkor legyen házfa. Így esett a választás ebből a két okból. Tehát akkor azért ez egy kicsit öncélű volt a Jani bácsi részéről, hogy ne kelljen messze vinni a méheket, és a falut el lehessen látni házmézzel. Hát ehhez nagyon sok-sok év kell még, és azt mondta, 8 fa az egy kicsit kevés, hogy házméz legyen. De Isten igazából a ház az annyira szép, hát gyönyörű szép a lombkoronája, akkor ugye ez a mézérdes illat tavasszal, tehát ez egy nagyon jó döntés volt. És nem kérdeztétek meg a faluba, hogy mennyien allergiásak esetleg a házvirágra? De hány embernek lesz finom teája belőle? Hát éppen az előbb mondtad, hogy még sok idő, amire az mézet fog adni, tehát amire teátad is sok idő. Hát ez így van, de hát még fiatalok vagyunk. Aha, tehát legyen a koporsunk abból a 100 éves házfából, amit ma ültettünk el? Hát én ezt bevállalnám. Ronda öregasszony lesz. Kik vettek ma részt ezen a mai faültetésen? A faültetés előtt több beszédet is hallhattunk, valamint a faszentelés is történt. Hát az Ajka Rendekért Egyesület részéről köszöntöttem az ott lévőket, és akkor Pék Attila, akkor önkormányzati képviselőnk, utána Tötli Zoltán, német nemzetiségi önkormányzatnak az elnöke, és Tötli János, a Rendeki Művelődési Háznak a vezetője mondott beszédet, és utána Schwarz Márton atya pedig megáldotta a fákat németül. És utána versenybe ültették a fákat, mert nagyon úgy nézett ki, hogy mindenki sietett avval, hogy ő legyen az első, aki végez a felültetésen. Hát kijött belőlünk a gyerek. Én is úgy vettem észre, mindenki nagyon gyorsan elkezdett szorgoskodni, de nagyon jó hangulatban volt az a pár perc, amíg elültettük a fákat, és mindenkinek kihívás volt, tehát néztük egymást, hogy hogyan csinálja, hogy hagy neki vízteret, stb. Egész véletlenül esett Márton napjára ez a faültetés, vagy azért ültettétek most a fákat, hogy legyen hova elbújni a Márton püspöknek? Hát november ugye a faültetés ideje, ez András naphoz kötődik, hát most egy kicsit beelőztünk neki, és mivel ez a legjobb a fának, mert ilyenkor már ugye visszahúzódik és álmában ültetjük el, ezért úgy gondoltuk, hogy mivel Márton napkor nekünk mindig van itt egy ünnepségünk, egy rendezvényünk, akkor most nem kézműveskedünk, meg nem itt vagyunk egész délután a kultúrházban, hanem akkor összekötjük a faültetéssel. Álmában csönget egy kicsit, és a Márton napi rendezvényen miben lehet a részük azoknak, akik most feljöttek ide? Hát liba lakomába. Tegnap délután meg este szuziféle káposzta elkészült. Ez este 9:30-ig készült egyébként. Itt voltunk már 5 órakor, elmentünk bevásárolni, és akkor kiosztottuk a libacombokat. Itt a falu asszonykái, nagymamái megsütötték a 20 kiló libacombot. Kriszti és Rita pedig a sváb pogácsa. Ez csak egy véletlenül lett elnevezve spápogácsánk, tehát ez végül is egy töltelék. Azt pedig ma délőtt meggyúrták, kiosztották, és akkor ez frissen lett ez is megsütve, és akkor fölhozták az asszonyok ide. Illetve forralt bort és forró teával vártuk a kedves vendégeket. Igen, azt én is tanúsíthatom, hogy ez véletlen lesz sváb pogácsa, mert itt voltam, sőt, szerintem a névadásban is részt vettem. És akkor most itt azok kapnak csak libacombot, akik megnyomják a gombot, vagy mindenki, aki betéved ide, kap egy libacombot, attól függetlenül, hogy nyomott-e gombot, vagy sem. Szerintem ehhez nem kell külön gombot nyomni, elég, hogyha egy kicsit így az orrunkat fölemeljük, veszünk egy mély levegőt, és a szaglóhámunkig eljut, ugye ez a finom kis illat, és aki ide betéved, mindenki megkóstolhatja. Na jó, de van a mondok, hogy nyom meg a gombot, kapsz egy liba combot. Jövőre fogunk egy gombot odarakni.